Négy korosztály méri össze tudását, azzal a karosi kosárlabda tornán. A bajnokságra az ország minden részéből és Horvátországból is érkeztek csapatok. A mérkőzések célja nem a győzelem, sokkal inkább a szezonra való felkészülés. 26. alkalommal zajlik ez az alakarosi torna, ami hagyományosan ugye utánpótlás csapatoknak egy felkészülési tornája. Ugye legtöbben általában augusztusban kezdik a felkészülést, és a felkészülési tornák közül országosan ez az első, és hát most mondhatjuk azt is, hogy az egyik legnagyobb, közel 30 csapattal, ugye minden korosztályban gyerek, serdülő, junior és kadett korosztályban is megmérkőznek csapatok. A tornát a juniorok és a serdülők mérkőzéseivel nyitották meg. A kanizsai vadmacskák a csata DS-ével játszott tegnap döntőt. A mérkőzés végig szoros volt, de az utolsó percben a budapesti csapat kerekedett felül. A serdülők szintén az első helyért szálltak harcba, de a csata DS-e ebben a korosztályban is jobbnak bizonyult. Három mérkőzésen vagyunk túl. Az én tapasztalatom azok, hogy a csapat jól játszott, próbált együtt játszani, de még gyakorolni kell a játékokat, és a védekezésben is sokat kell fejlődnünk, hogy el tudjunk jutni a legjobb nyolcba. Az alakarosi kupa szombatig tart, akkor a kadett és a gyermekkorosztály játszik.